Szervusztok! Itt a 2010-es 5. hangfoglaláson. Itt áll mellettem Szabó Gergő, a jólhallott.hu videópályázat győztes, azaz fődíjas pályázója. A videója címe pedig? Ear Protection. Így van, köszönöm Gergő. Hol találtál a pályázatra? Én a pályázatok.org-on szoktam nézni ilyen pályázatokat, amire lehet így pályázni. És ami érdekel, azt úgy véghez is viszem. Érdekel, mert szerintem ez mindenkinek érdekel a halásvédelem. Ez nagyon fontos. Honnan vetted az ötletet? Ez valamiféle régi videójáték, ugye? Nem. Tehát kezdetben én is olyat akartam, hogy megyünk a városba, és akkor fúró, meg egy csomó zaj mindenhonnan, és ez károsítja a hallást, és akkor erre akartam valamit kitalálni, elkezdtem csinálni, csak egyszerűen beleuntam, mert unalmas. Tehát nem láttam benne úgy ötletet, és akkor eszembe jutott, mi volna, hogyha csinálnék egy játékot erre. Tehát egy ilyen játék, ahogy lenne egy fülember, és akkor harcol a csendért. Tehát, hogy ne károsodjon a füle, meg minden ilyesmi. Ez egy játszható játék, vagy ez egy álljáték? Hát játszható játékban nehéz lett volna megcsinálni, egy pályát csináltam, úgy lett felvéve, és akkor külön effektek lettek rárakva. Hát egy komplett pályát csináltam meg, ami a videón is látszik. Tehát azt készítettem el. Ez most egy ilyen külön apró kérdés tőlem, hogy ezt mibe készítetted? Tényleg átírtál egy programot, vagy hogy történt ez? Nem, tehát van egy... Nem titok. Nem titok, van egy program, Game Maker, ezt sokan használják. Pár ezer forintért meg lehet venni, és abban elég jó játékokat meg lehet csinálni. Tehát egy csomó terhet levesz a programozóról. Amúgy te mivel foglalkozol civilben? Én a Debreceni Egyetemen vagyok hallgató, programtervező informatikus. Találkoztál már ezelőtt is füldugóval? Nem találkoztam. Nekem még ez ilyen újdonság. Tehát még most láttam először, hogy van ilyen, hogy diszkóba elmegyünk, és akkor van ilyen füldugó, ami egyszerűen védi a fülünket. Tehát ez újdonság nekem. És szerintem jó dolog. Nagyon jó dolog. Mondtad, hogy több helyen szoktál pályázni. Megkérdeztem azt, hogy a többiekhez képest, vagy úgy egyáltalán mennyire vagy elégedett a pályázat kiírásával, a supporttal, ilyesmikkel? Persze, hát ezzel a pályázatban minden rendben van. Tehát semmi problémám nem volt. Tájékoztatást megkaptam, felírtam a honlapra, kérdeztem, válaszoltak, tehát teljesen rendben van minden. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!